Sziasztok, Szedmajer László vagyok, közlekedésmérnök és a BKV-nak az üzemeltetési vezérigazgatóhelyettese, egyben a közlekedés szakmának a nagy barátja, és azt mondom, hogy igazán különleges járműben ülünk. A jármű önmagában talán nem is olyan érdekes, mert csak egy Ikarus 280-as, hogyha ebből a szempontból nézem, ami egy igazi tucat jármű, szó szerint több tízezer darab készült belőle, de miért mondtam azt, hogy mégis ez egy igazán különleges jármű? Mert hogy nem pontosan olyan a külseje, és nem pontosan olyan a belseje, mint amit Budapesten megismertetek, és még máig is láttok, mert hogy még máig is közlekednek ezek az autóbuszok, az elsők 1971 végén, nem sokára 50 éve lesz, álltak forgalomba, és bizony még, ha nem is a 70-es évekből, de a 80-as, 90-es évekből származó autóbuszaink vannak ebből a típusból. Szóval mi ezen a különleges? Az, hogy ezt nem a BKV használta eredetileg, egész pontosan ezt a buszt BKV használta, mert ez egy BKV buszból lett átalakítva, de majd erre kitérek mindjárt, hanem egész pontosan ezt a Malév, illetve a repülőtér használta annak idején, szintén még a 80-as években. Ha jártok már a repülőtéren, akár repülőtér látogatáson, akkor repültetek már valahova a családdal, akkor biztos volt már olyan, amikor nem lehetett csak besétálni a repülőgépbe, hanem autóbusz vitt kititeket a repülőgéphez. Ma már kifejezetten olyan autóbuszokat építenek Európában is, illetve máshol is a világon, ami kifejezetten erre a célra szolgál, mindkét oldalán van ajtaja, a repülőtéri közlekedésre van specializálva, de régen nem volt ez így, igazából teljesen hagyományos, átlagos autóbuszokat használtak, ezelőtt 30 évvel is még, amik hol a városban futottak, vagy akár a városon kívül bizonyos kivitelükben, máskor meg a repülőtéren teljesítettek szolgálatot. Ilyen autóbusz volt ez is, egy Ikarus 280-as, nem is egyet, többet alakítottak át, és különböző Malévra, a Magyar Légközlekedési Vállalatra utaló fényezéseket kaptak ezek az autóbuszok. Így készült el nekünk is az autóbuszunk, mint említettem, ez eredetileg egy kék BKV autóbusz volt, amit mi alakítottunk át, és kapta meg ezt a szép külső fényezést, de azért azt is el kell nektek mondjam, hogy nem teljesen öncélúan csináltuk ezt az átalakítást, hiszen azóta is úgymond használni tudjuk a repülőtéren. Van egy szervezet, a Légiközlekedési Kulturális Központ, akivel egy együttműködésben használjuk ezt a járművet. A BKV a busznak a tulajdonosa, mi tartjuk kardban, hiszen azt gondolom, hogy ha valamihez ehhez értünk, és ők pedig a különböző repülős programokon felhasználják ezt az autóbuszt, egész pontosan kifejezetten gyerekcsoportok, iskolás csoportok az őszi és tavaszi időszakban az iskolától a repülőtérig ebből a járművel tudnak eljutni, és ott a különböző érdekes programokon, akár a repülőtér látogatáson, akár magának az úgynevezett aeroportnak a meglátogatásán tudnak részt venni, majd ez az autóbusz szépen vissza is viszi őket az iskolához, óvodához, vagy éppen ahova, ahonnan indultak. A jármű önmagában egyébként nem igazán speciális, nem igazán különleges a műszaki megoldásaiban, az az Ikarus 280-as, amit a BKV önmagában több ezres nagyságrendben használt, és ahogy mondtam, az országban meg több tízezres nagyságrendben készült, sőt, számos földrészre jutott, Európán belül is számos helyen volt. Ma már természetesen egyáltalán nem számít korszerűnek, hiszen magas padlós, hiszen nincsen benne légkondicionáló, tehát magyarul mozgássérült utastársaink, mozgássérült barátaitok, mozgássérült gyerekek nem igazán tudják korlátozás nélkül használni, de erre a speciális célra, hogy elvigye a srácokat a iskolától a repülőtérig, azt gondolom, hogy tökéletesen alkalmas, és alkalmas is marad, és reméljük, hogy még évekig is így marad, és tudja még majd szállítani a srácokat, és meg is marad egy szép emlékként. Ha tetszett a vlogom, keresd a BKV többi videóját is!